Már Böjte atyával is a nagy hétről beszélgettünk, és a húsvét kezdetéről, és erre nagyon fontos hétről, ami tulajdonképpen egy három szent nappal, tehát a nagy csütörtökkel, a nagy péntekkel és a nagy szombattal zárul, és nagy szombaton Jézus feltámadását ünnepeljük. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Monostori László esperes plébániai kormányzó. Dicsértessék Jézus. Mindenre kiemel, szép jó reggelt kívánok. Nem lehet eleget a nagy hétről beszélni, és a húsvéti időszakra én azt gondolom, hogy ugye a keresztény katolikus vallásnak a legfontosabb ünnepe. És Böjte atyával arról beszélgettünk, hogy mi hogyan is kell nekünk rákészülni lélekben erre a nagy heti időszakra, mire kell figyelnünk ezekben a napokban, illetve a nagy heti időszakban. Most László atyától azt kérdezem, hogy tulajdonképpen mi is az üzenete a húsvéti ünnepnek? Úgy gondolom, hogy sokan vagyunk, akik nagyon szeretjük karácsonyt, hogy egy kicsit hadd kezdjem messzebbről. Mert karácsony az egy nagyon bensőséges, nagyon meghitt, családias ünnep, amikor Jézus születését ünnepeljük, de jól mondta Eszter, mert igaziból a húsvét az egy még nagyobb ünnep. Tehát húsvét az az ünnepek ünnepe, az ünnepek csúcsa, mert az életet ünnepeljük. Azt, hogy Jézus legyőzte a halált, azt, hogy a világosság legyőzi a sötétséget, hogy a jó erősebb a gonosznál, ez mind húsvét üzenete. És most, amikor készülünk húsvétra, ugye a nagybőjti időszakban már lemondásokkal, önmegtagadásokkal, bőjttel, imádsággal készültünk, jó esetben a lelkünket is megtisztítottuk, mi katolikusok a Szent Jónásban, és hát most a nagy hét az tulajdonképpen a célegyenese a húsvéti készületnek, és egyúttal egy rendkívül intenzív, lelkiekben nagyon gazdag időszak, és pont ez a szent három nap, ami előttünk áll, ezért is örülök, hogy ma beszélgetünk, hiszen itt holnap indul ez a különleges szent három nap, ami már gyerekkorom óta nekem minden évben nagyon kiemelkedő. Gyerekkoromban kisfiúként, vagy később nagyfiúként én minisztráltam, és ott voltam a templomban mindig, a farkasréti templomba jártunk, és ott minisztráltam a pap mellett, kórus énekelt, ilyenkor különleges szertartások vannak, és én magam is hát nagyon élveztem, hogy ilyenkor különleges szertartások vannak, tehát a szentmisék, azok nem olyanok, mint az év többi részében, hanem minden nap van valami különlegesség, pont azért, mert ez a három nap, ez annyira gazdag. Tehát gondoljunk csak bele, hogy nagy csütörtökön elkezdődik a történet ott, hogy Jézus elkölti az utolsó vacsorát a tanítványaival, és akkor végigmegyünk az egész szenvedés történeten, így nagypéntekre áttérve, meg aztán nagyszombatra, tehát a Getsemáni kertím, a Jézus elfogása, Jézus elítélése, a keresztút, a Golgotára, a kereszthalál, a temetés, és ezt tényleg meg tudja az egyház ünnepelni. Még a szenvedést is, még a kereszthalált is, ezt a szót használjuk, hogy ünnepeljük Urunk szenvedését és halálát, mert igaziból itt a szeretetet ünnepeljük, nem a halált, nem a gonoszságot, hanem azt, hogy Jézus életét adta értünk, hogy nekünk életünk legyen, ez húsvét üzenete. És hogyha az ember ezt végig gondolja és megpróbálja tényleg az egész életére ezeket az üzeneteket érvényessé tenni, akkor olyan töbletet kaphat, ami nagyon fontos, és gondolom ilyenkor, amikor mondjuk mennek a hívek a templomba, akkor ilyen üzenetekről beszélgetnek, és ilyenkor akár többen is mennek ebben az időszakban a templomba is? Egyértelműen igen, tehát nagy csütörtökön, nagy pénteken és nagy szombaton minden plébánia templomban csak egyetlen központi szertartás van. Tehát vasárnaponként egy nagyobb templomban, ugye szokott több szentmise is lenni, reggel, délelőtt, este, de ezen a három napon csak este van szentmise, és akkor tulajdonképpen mindenki ott van, akinek ez az fontos, ilyenkor tényleg teli vannak a templomok, húsvét vasárnap, aztán persze még többen eljönnek a sok ünnepi misére, de a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat egy ilyen, tényleg egy ilyen fokozódás figyelhető meg akár a hívek létszámában is. Most sokat segít, hogy most már jó pár éve nagy péntek munkaszüneti nap, tehát hogy könnyebben el tudnak jönni az emberek a templomba. Gyönyörű hagyomány nagy csütörtök este, az utolsó vacsora emlékmiséje kapcsán egyrészt ünnepeljük az oltári szentség alapítását, hogy Jézus azt mondta a kenyérre, ez az én testem, a borra azt, hogy ez az én vérem, de ott van a híres lábmosás szertartás. Ezt Ferenc pápa is minden évben elvégzi, reméljük idén is megengedi az egészsége. Ez annak emlékére történik, hogy Jézus maga megmosta a 12 apostol lábát. Ez akkoriban a rabszolgák munkája lett volna, de ezzel mutatta meg az Úr Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljon, hanem hogy ő szolgáljon. És ebben adott nekünk példát, és ilyenkor mi papok, mi is megmossuk 12 kiválasztott hívőnek a lábát, így utánozva az Úr Jézust.
Ugye a három szent napról beszéltünk, a nagy csütörtökről, a nagy péntekről, a nagy szombatról, és nagyon fontos, hogy elmondjuk azt, hogy ebben az időszakban, nyilván az egész nagy héten kiemelt fontosságú a gyónásnak a szentsége, ami szerintem azért is nagyon fontos, mert az ember beszélhet a bűneiről. És ugye mindig, amikor én ehhez járulok a gyónás szentségéhez, nem gyakran, de amikor tudok, elmegyek, akkor mindig nem csak nyilván az imádsággal, amit utána az ember ugye imádkozik, és ezzel tulajdonképpen megbánja a bűneit, és így oldozza föl őt az a pap, akinél beszélget, de meg is valahogy megkönnyebbülés azt, hogy kimondani, hogy mi az, amiben letértem az útról, és mi az, amiben nem úgy cselekedtem egyébként, ahogy azt kellett volna, illetve nagyon jó ilyenkor a Jóistentől azt kérni, hogy segítsen engem abban, hogy azon az úton maradjak, amelyiken maradnom kell, amit ő nekem kijelölt, mert nekem az a legjobb. Ugye talán ez a fajta hit az, ami igazán erőssé teszi természetesen nem csak azokat, akik hívők, hanem akik akár időnként eljutnak csak a templomban. Igen, de néha keresők is bejönnek a gyóntatószékbe, vagy akik csak beszélgetni szeretnének egy pappal. Hadd mondjam el, én gyerekkoromban én nem szerettem gyónni. Lehet, hogy a fogorvoshoz is szívesebben mentem volna, mint a gyóntatószékbe, de aztán ez megváltozott bennem, mert ahogy nagyobb lettem, én rájöttem, megértettem, megéreztem, hogy igaziból a gyónás az egy nagy lehetőség és egy óriási ajándék. Mert nincs olyan nagy bűn, amit a Jóisten ne tudna megbocsájtani, hogyha őszintén odafordulunk és letesszük a bűneinket. És nekem magamnak, mert én is szoktam gyónni, nem csak gyóntatni, hanem gyónni is, hogy ez mindig egy óriási megkönnyebbülés tényleg. Kimondani a rossz dolgokat, amik történtek, megbánni a bűneimet és kérni az Isten segítségét. És legnagyobb lelkipásztori örömeim és sikereim közé tartozik, amikor valaki tényleg kicsit megilletődve, vagy talán megszeppenve jött be a gyógytatószékbe. Van, aki nagyon rég nem gyónt, van olyan, aki több évtizede nem jött el gyónni, és egyszer csak azt érzi, hogy neki most eljött az idő az életében, hogy letegye a bűneit, és kéri az Isten segítségét. És amikor papként azt a kegyelmet kapom, hogy tényleg tudom közvetíteni a Jóisten bocsánatát, elmondva a feloldozást, és az az ember, aki nemrég még megszeppenve jött be a gyógytatószékbe, csillogó szemmel és mosolyogva távozik, akkor azt érzem, hogy itt tényleg történt valami, itt tényleg valaki megszabadult a bűneitől, és kapott egy lendületet a következő időszakához az életben. Szóval úgy gondolom, a gyónás szentsége az tényleg nagyon aktuális, különösen most így nagypéntekre készülve, meg húsvétra készülve, de az év minden napján felvehetjük ezt a szentséget, amikor csak szükségét érezzük, jót tesz kimondani a bűnöket, és tényleg segít az Isten. Amikor elkezdődött a bőti időszak, amely majd most ugye véget ér, akkor is volt itt az atya, és akkor is beszéltünk arról, hogy miért fontos az ember életében a bőti. Ez a bőti időszak hogyan sikerült az atya számára? Mert hogy ilyenkor, amikor már a végéhez közeledünk, akkor az is, hogyha sikerül tartani egy ember valamit, kitűzött maga elé célt és megcsinálja, az erőt adhat ahhoz, hogy képes erre is. És ahogyha mondjuk erről beszélt akár hívőkkel, akkor nekik milyen tapasztalataik voltak? Igen, szoktam kérdezni az embereket, hogy na, hogy sikerültek a nagybőti elhatározások. Sokan tesznek nagybőti elhatározást, nem mindenki, de sokan. És örültem, mert nagyon sokan szép sikerekről számoltak be. Van, aki egész komoly dolgokat fogadott meg, hogy egész nagybőtben nem eszik húst. Vagy van, aki a cigarettát tette le, sokan az alkoholról mondtak le. És volt ugyan, aki mondta, hogy hát igen, egyszer nem sikerült, de azért nagyon sok sikerről is beszámoltak nekem az emberek. Az én személyes örömem az, hogy idén azt határoztam el, hogy megpróbálok az embereknek időt ajándékozni. Gyakran előfordul velem, hogy néha a leglehetetlenebb időpontokban, amikor sietek valahova, valaki megszólít, múltkor valaki vásárlás közben a csemegepultnál szólított meg, és kért tanácsot tőlem, mert felismert engem a templomból, hogy akkor rászánom azt az időt, meghallgatom az illetőt, ha kell, akkor vigasztalok, ha kell, akkor bátorítok, vagy tanácsot adok, és valahogy megtapasztaltam azt, hogy a Jóisten mindig megsegített, hogy mégsem késtem el sehonnan. Csak a ma reggeli példa, 8:30 indultam ide önökhöz a Hír TV-be, hogy időben ideérjek, és úgy volt meghirdetve nálunk a leheltéri Szent Margit templomban a mai reggel, 7:00 szentmisét mutattam be, és utána volt gyóntatás 8 óráig. De hát igen sokan jöttek gyónni, ott állt a sor, és jóval 8 óra után is még jöttek az emberek, de hát én nem akartam fölállni a gyóntatószékből, mondom, ez a nagybőti elhatározásom, időt ajándékozni, de aztán a Jóisten úgy rendezte, hogy pont 8:30 elfogyott a sor, és innen sem késtem el a Hír TV-ből, úgyhogy ez csak a ma reggeli élményem, hogy valahogy fölülről is kapunk segítséget az elhatározásainkhoz. És aztán meg is ünnepeljük ugye ezt a fantasztikus, nem tudom, életet, a szeretetet, ugye szombaton a húsvéti körmenettel, és egyben a húsvéti vacsorával.
Így van, tehát érdekes ez a magyar név is, hogy húsvét, ugye ez arra utal, hogy a nagybőjtben a régiek egyáltalán nem ettek húst, és hogy akkor a sonkával tudunk ünnepelni, de hát persze nem a sonka a lényeg, hanem az, hogy Jézus legyőzte a halált, de ilyenkor jó, hogyha együtt van a család, hogyha tudunk örülni, és hát tényleg a nagy szombatesti szertartás, az talán minden szertartásnak a csúcspontja, a feltámadási szertartás, ami kezdődik a fényünnepséggel, a húsvéti gyertya meggyújtásával. Sok helyütt felnőtteket is keresztelnek, mi is fogunk 4 felnőttet megkeresztelni, akik felnőttként döntöttek úgy, hogy Jézus szeretnék követni. És aztán, amit a hívek nagyon-nagyon szeretnek, az a méltán híres feltámadási körmenet, amikor annyira örülünk, hogy nem tudjuk magunkban tartani az örömöt, nem tudjuk a templom falain belül tartani, hanem kimegyünk a világba, és tényleg belekiabáljuk a világba, hogy Alleluja, Krisztus feltámadt, és énekelve, égőgyertyákkal vonulva teszünk egy kis kört a templom körüli házak közül, ezzel kifejezve azt, hogy Jézus él, Jézus velünk van, és nekünk is van életünk a halál után. Monastori Lászlónak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Áldott húsvétot kívánok, szeretettel.